A többi pártól külön ünnepelt az LMP, a párt miniszterelnök jelöltje a márciusi ifjakra utalva mégis együttműködést sürgetett beszédében. Mit szól az LMP a DK ajánlatához? Vendégünk Hatházi Ákos. Aki elmondta mai beszédében, hogy szerinte kell az együttműködés, és lesz is együttműködés. Hát akkor jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezen azért még sokat kell dolgozni, de én elmondtam és megüzentem ugye a fideszes kollégáknak, hogy azért ne legyenek olyan biztosak benne, hogy nem lesz együttműködés. Az jól látszik, hogy ettől a Fidesz borzasztóan fél. Nagyon sokan gondolkodnak azon, így elemeznek, úgy elemeznek, kell, nem kell, hogy kell, de az jól látszik, hogy a Fidesz egyetlen egy dologtól fél, akkor, hogyha sok helyen és széles körű együttműködés lehet a pártok között. Én nem tudom, hogy így lesz-e, hogy a politológia az egy komolytalan tantárgy, ez vagy komolytalan tudomány, ez olyan, mint a teológia. Fű, most rengeteg embert magára zúdított, elnézést kérek, de sokszor el szoktam mondani, és mosolyogni szoktak a politológusok is rajta. Hát és a teológia sem egy komolytalan tudomány. Igen, csak abban rokon szakma a kettő, hogy mind a kettő ugye mond valamit, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Tehát mind a kettő elemezget, veszekednek, vitatkoznak. Ilyen alapon az összes kísérlet a kémiában is ilyen. Nem, mert ott ezt még... Meglátjuk, mi lesz a végén. Igen, de ott megcsináljuk, és utána megtörténik, az egy exaktabb tudomány, a politológia egy picit más. Az, hogy mi lesz, azt nem tudom, de az biztos, hogy dolgozunk rajta, és komolyan dolgozunk rajta. Nyilván, és ez nagyon fontos, hagyd mondjam az elején, mielőtt bármit itt ebbe belemegyünk részletekbe, hogy azért az nagyon fontos, és azt engedjék meg nekünk az emberek, és azt hiszem, hogy meg is engedik, sőt, el is várják, hogy az ellenzéki pártoknak természetesen versenyezni kell egymással. Tehát az LMP szeretne erős párt lenni, mert azt gondolja, hogy nagyon-nagyon sok százezer vagy milliónyi embernek szüksége van egy olyan pártra, amelyik akkor is tud szavazni, hogyha emlékszik arra, hogy 2010 előtt mi történt ebben az országban, vagy emlékszik arra egy másik pártnál, hogy néhány éve még hogyan hetszelte a magyarokat más magyarok ellen. Kellenek ilyen pártok, kell versenyezni az ellenzéki pártoknak, de egészen egyértelmű, Hódmezővásárhely megmutatta azt, hogy együttműködések szükségesek lehetnek, működhetnek ezek a dolgok, és bizony azt is megmutatta, hogy a magyar emberek már eldöntötték azt a kérdést, amit még úgy tűnik, hogy a pártok nem teljesen döntöttek el, vagy a pártok vezetői, vagy a pártok tagjai, hogy kit utálnak jobban, a kormányt utálják-e jobban, vagy pedig egymást. Ez egy nagyon fontos és egyszerű kérdés. Sajnos még úgy látom, hogy még az ellenzéki oldalon ez még mindig nem teljesen egyértelmű, nem adta rá meg mindenki a választ, de a Hódmezővásárhelyi eredmény az már megadta. Milyen dolgot szögezzünk le, már csak azért is, mert van egy kép az LMP-ről, nyilván egyfelől az önök mozgása is építi ezt, másrészt nyilván a többi ellenzéki párt abban érdekelt, hogy ez a kép ez egyre élesebbnek látszódjon, hogy az LMP nem akar együttműködni. Tehát mond mindent, hogy ilyen feltétellel csak akkor, ha mindenki ott ül, csak ha a Jobbik is ott ül, de a DK-val sosem ülünk letárgyalni, és így tovább, és így tovább. Tegyük ezt tisztába. Van egy meghívásuk vasárnap délután 17 órára Gyurcsány Ferenctől. Oda elmennek? Hát nézze, az LMP-ben kollektív döntéshozatal szokott történni, tehát én ezt az előbb hallottam egy fél órája ezt a hírt, és én nem tudok ebből nyilatkozni, de azt tudom mondani, hogy valószínű, hogy elmegyünk, és azt is tudom mondani, hogy egyébként borzasztóan csodálkoztam volna, hogyha viszont a Jobbik elmegy erre a meghívásra, egész egyszerűen, mert nem tartom a korábbi miniszterelnök urat a legalkalmasabb személynek, legintegratívabb személynek, és a legalkalmasabbnak arra, hogy összehozza. Viszont láthatóan ő unta meg a leginkább ezt a totyarászást, hogy akkor most jobbra vagy balra lépünk, hogy leülünk a Jobbikkal, nem ülünk le a DK-val, tehát hogy valami történjen. Nem tudom, hogy ő unta meg-e, az biztos, hogy mi elég régóta már azon dolgozunk, és elég egyértelműen tudjuk azt mondani, hogy akkor van ezeknek az együttműködéseknek értelme, hogyha ezek széles körűek. Annak nem sok értelme van, hogyha néhány helyen, egy pár helyen emblematikusabb figurák egymásnak visszalépnek, és akkor azt mondjuk, hogy 5-10 helyen nyerhet a ellenzék, ugyanakkor pedig 90 vagy 100 helyen megnyer a Fidesz az egyéni körzetben. Ez egy teljes tény kérdés, hogy ez csak akkor működik, hogyha széles spektrum. Az, hogy aztán itt kisegít ezen, az, aki ad egy ilyen meghívást úgy, hogy azt tudja, hogy azt valószínűleg nem fogadja el az a másik párt, vagy az, aki tárgyal pártokkal, azt én nem tudom. Én azt tudom mondani, hogy amit én mondani szoktam, azt komolyan szoktam mondani, és az, hogy dolgozunk ezen az együttműködésen, az is komoly. Valószínűleg elmennek Az is egy tény, hogy ugye úgy
úgymond a politikai ellenfeleink, amiben nincs semmi ördögtől való dolog, tehát az, hogy az ellenzékben van versenyzés, ez nem ördögtől való. A politikai ellenfeleink ezt sokszor ránk sütik, hogy mi nem akarunk senkivel sem semmilyen együttműködést. Akarnak? Én szeretem a tényeket, és egy picit még visszautalnék évekkel ezelőtt, hogy amikor tétje volt a dolognak a veszprémi választás, ahol ugyan valóban nem történt meg a széleskörű együttműködés, de visszakereshető, interneten vissza lehet keresni, hogy az LMP volt, aki legelőször azt mondta, hogy mivel kétharmad múlhat rajta, ezért legyen egy széleskörű együttműködés. Hát 2014-ben meg nem ez azóta is, ez azóta, tehát hadd szóljak közben a kedves nézőknek, hogy ugye látják a budapesti diák tüntetés képeit, hogy valószínűleg odaértek a Nemzeti Múzeumhoz, ugye oda szándékoztak menni a diákok meg az idősebbek, hiszen elég sokan csatlakoztak. Hadd engedje meg, hogy két dolgot kérdezek. Az egyik az, hogy azt beszélik, hogy Schiffer Andrásnak ismét erős hatása van az LMP-re, és ő például változatlan összefogás ellenes. És azt mondják, hogy ön meg összefogás párti. Ez így ebben a formában igaz? Én nem tudom, elég régen nem beszéltem Schiffer Andrással, Schiffer András kéne erről megkérdezni. Nyilvánvaló, ez egy demokratikus párt, tehát, és ez egy nehéz kérdés egyébként. Ahogy látom, ugye az MSZP is azért változtatja az álláspontját, hála Istennek egyébként, mert elég régóta mondjuk azt, hogy ennek a dolognak úgy van értelme, hogyha ebben a Jobbik is benne van, akár tetszik, akár nem. Eddig Karácsony Gergely ugye azt mondta, hogy szó sincs róla, ma úgy tűnik, hogy ez változott. Az LMP-ben is természetes, hogy lehetnek viták, ez egy abszolút legitim dolog. Én azt gondolom, hogy ma az LMP-ben is egyre több ember látja azt, hogy van erre igény. Ezt az egyet kell eldönteni. Ilyen egyszerű, tehát lehet erről ma, gondolom ez a mai műsor az egész egy óra vagy két óra erről szól, de ez egy nagyon egyszerű. Akkor még egyszer hagyj idézem saját magamat, nem elegáns dolog, hagyj idézem. Egy borzasztó egyszerű ez a dolog. Azt kell eldönteni, hogy a pártok vezetői, a pártok tagságai, az ellenzéki pártok egymást utálják jobban, vagy pedig a kormány. Az szemmel látható, hogy a magyar emberek többsége erre már adott egy helyes választ, és dolgozunk azt azon. Azt mondja, hogy nem Gyurcsány Ferenc a legintegratívabb személyiség az ellenzéki oldalon, ebben lehet igaza, viszont gyakorolt egy nagyon komoly gesztust, és Szél Bernadett javára egy oldalon visszaléptette a saját jelöltjét. Ezt hogy értékeli? Ez egy logikus lépés. Nyilván itt a pártok dolgoznak ezen, egy logikus lépés. Én elmondtam azt is a beszédben, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek még önök is hajlandók visszalépni itt ott a motor, szüksége van erre? Én azt is elmondtam, hogy én, és így fogalmaztam, hogy én egészen biztos, hogy nem fogok úgy elindulni az egyik legkorruptabb fideszes politikus ellen, Kósa Lajosnak az államtitkára ellen, Horváth István ellen, nem fogok úgy elindulni, hogy ő kacarászon rajtam, hogy ő 30-40%-kal megver minket, mert az adott körzetben indul három jelölt, amelyikből kettő egyébként kifejezetten jó. Én ezt leszögeztem, ez teljesen egyértelmű. Mindenképpen, és azt is elmondtam, hogy ugye, hogy egy kicsit a 48-ról is beszéljünk, 1848-ról, hogy ott az osztrákok azért kaptak egy jelentős vereséget, és azért, és ezt nem gondolták volna, ez egy váratlan veresége volt az osztrákoknak, azért, mert azt hitték, hogy a magyarok egyrészt buták, másrészt gyávák, harmadrészt meg csak viszálykodni tudnak, és nem tudnak úgysem megegyezni. Én azt gondolom, hogy ez a mai magyar hatalom is borzasztóan meg lehet lepve, mert azt már lassan látja, hogy a magyarok nem buták, és azt is látja, hogy nem gyávák, de még meglephetjük őket azzal, hogy bizony nem meg is tudnak adott esetben egyezni. Ez lesz, úgy látom, mindenkinek a mai bombon. Azt mondta Orbán Viktor mai ünnepi 1848-ról nem nagyon szóló beszédében, hogy a választás után elégtételt veszünk, erkölcsit, politikait, jogit. Ezt hogy értelmezi? Hát én ezt elég régóta mondom, hogy azok az ellenzéki politikusok, akik azt mondják, hogy majd 22-ben kell jönni, és ezt a 18-as választást el kell engedni, azokból aztán nagyot tévednek. Ők azt mondják, hogy majd jön valami krízis, majd összeomlik ez a kártyavár, és ebben a hatalmas gazdasági krízisben majd belovagolunk a romokon. Ez egyáltalán nem törvényszerű, hiszen még bőven van mit csavarni a demokrácián, tehát a demokrácia nyomai még el lehet tüntetni, elsősorban a sajtót lehet még tovább szűkíteni. Az látszik, hogy most borzasztóan megijedt a Fidesz, borzasztóan félnek, ellenem egy egészen elképesztő lejárató hadjárat indult, ami egyrészt tiszteletre, büszke is vagyok rá, hogy én zavarom őket, másrészt egészen előrevetíti, hogy mi jöhet még ezek után. Ezt mondta a Fidesz, most megijedt, és valószínű, ha most ezt valahogy megúszza, akkor nem nagyon akarja majd azt megengedni, hogy még egyszer ilyen állapotba kerüljön. Társai elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Várom máskor is viccem, hogy az egyenes beszédben.